Menekültábor működött egykor ezen a helyen. 1956-ban a forradalom leverését követően mintegy egy magyar menekült át az akkori Jugoszláviába. A szabadságért küzdő ember emlékét őrzi a kövön nyugvó két madár, Szarabka Tibor alkotása. Az emlékművet a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére állították fel 2006-ban. Azóta az 1956-os forradalom kitörésének napjára, október 23-ára emlékezve, ezen a helyszínen kezdődik a Vajdasági Magyar Központi Ünnepség. A kegyelet virágait Magyarország Belgrádi Nagykövetsége is elhelyezte. A Magyar Nemzeti Tanács is koszorúzott, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség vezetői.